Híradó 8 órakor az M1-en, Hevé Lórend vagyok, jó reggelt kívánok! Az EP választás eredménye meghatározza majd, hogy kik vezetik az Európai Uniót, és hogyan változnak majd az erőviszonyok. Ezt Dömötör Csaba államtitkár mondta az M1-en. A kormánypárti politikus úgy fogalmazott, hogy az európai választópolgárok piros lapot mutathatnak azoknak, akik eljátszanák a kontinens jövőjét. Évek óta vitatkozunk Európa jövőjéről, vagy éppen arról, hogy a bevándorlás ügyében mit kellene és mit nem kellene tenni, de most először van lehetőség arra, hogy összeurópai választáson is döntsünk a követendő politikáról. És abból nem csinálunk titkot, hogy szerintünk a brüsszeli intézmények az elmúlt években nem képviselték nem csak a magyar, hanem az európai állampolgárok akaratát, mert olyan terveket erőltettek, amelyeknek nem volt meg a támogatottság. Holnap után kezdődik az EP választási sorozat az Unióban. A 28 tagállamban nem egyszerre szavaznak, hanem 4 napon át felváltva. Csütörtökön, vagyis az első napon Hollandiában és az Egyesült Királyságban szavaznak az emberek. Pénteken az írek és a csehek folytatják majd a sort, de a csehek szombaton is szavaznak, mert ott 2 napos a választás. Szombaton ugyanakkor Szlovákiában, Lettországban és Máltán is lesz szavazás. És a vasárnapi lista a leghosszabb, a 28-ból 21 tagállamban akkor szavaznak, például Magyarországon is. Itthon nagyjából 8 millió választópolgárnak van joga voksolni. Aki itthon szavazna, de átjelentkezéssel, az holnap délutánig jelezheti ezt. Itthon csak nem 200 ezeren írták alá azt a gazda petíciót, amelyet az uniós agrártámogatások csökkentése ellen indítottak. Az Agrárkamara szerint Brüsszel jelentősen csökkenteni a termelőknek járó támogatásokat a következő pénzügyi ciklusban. A petícióval ezt szeretnénk megakadályozni. Az agrárminiszter arról beszélt, hogy a mezőgazdasági támogatások miatt is fontos, hogy kivezeti majd az Európai Uniót a jövőben. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük a brüsszeli tervektől a magyar gazdákat és a magyar agráriumot. Ehhez a legfontosabb lépés a most vasárnapi európai parlamenti választás. Ez sorskérdés egész Európának, Magyarországnak és a magyar gazdáknak is. Ezt a bevándorláspárti brüsszeli vezetést le kell cserélni, mert mindent alárendel a bevándorlók érdekeinek. Nyelvtanulásra is kérhető diákhitel ősztől. Azoknak ajánlják ezt a fajta segítséget, akiknek csak a nyelvvizsga hiányzik a diplomájukhoz. Ez a hitel legfeljebb 500 000 forint lehet, és hogyha a hallgató sikeresen nyelvvizsgázik, akkor nem kell kamatot fizetnie. How many people live in a village? A városi és a vidéki élet előnyeit és hátrányait vették hétfőn sorra ebben a kaposvári nyelviskolában. The infrastructure is good. Az iskola vezetője azt mondta, sok egyetemi hallgató számára nyújthat segítséget egy nyelvtanuláshoz adott támogatás. Elég sokan vannak azok, akik még mindig bent ragadt diplomával küzdenek, tehát nekik lehet, hogy jól jön ez az 5000 forintos kedvezményes hitel. Azt látom, hogy a munkavállalók között is előnnyel bír az, akinek nyelvvizsgája van, főleg ha emögött használható nyelvtudás is van. A diákhitel egy újabb termékkel bővült, tehát gyakorlatilag ez a diákhitel 3, amit nyelvtanulási diákhitelnek nevezünk. Október 1-től úgynevezett nyelvtanulási diákhitelt is felvehetnek azok a felsőoktatásban tanuló hallgatók, akiknek még nincs meg a diplomához szükséges nyelvvizsgájuk. A diákhitel központ vezérigazgatója elmondta, a hitelt az igényléstől számított egy hónap elteltével folyósítják majd. A maximálisan felvehető összeg pedig 500 000 forint lesz. A pénzt nyelvtanulásra és nyelvvizsgára is lehet majd költeni. Ez egy új dolog a diákhitel történetében, ugye alanyi jogon, ugye fedezet nélkül bárki kérheti ma Magyarországon, aki felsőoktatási intézménybe kerül, magát a diákhitel egyet vagy kettőt. Ez ugyanígy fönnáll, tehát aktív és passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók is igényelhetik magát ez alatt az időszak alatt, amíg tanulnak, viszont ami a nagyon nagy újdonság, hogy azok, akik tehát már lezárt egyetemi tanulmánnyal rendelkeznek, vagy főiskoláival, azok is igényelhetik ezt a hitelt. Az új konstrukciót a diákhitel 1 kamatával lehet felvenni, ami jelenleg 2,2%. Ha pedig egy éven belül sikerül letenni az érintetteknek a nyelvvizsgát, akkor a diákhitel 2 kamata, azaz a 0% lép életbe. A törlesztés időtartama legfeljebb 5 év lehet.
Újabb fejlesztések indulnak a Balatonnál, 8 helyszínen kezdődnek beruházások, Balatonfüred és Hévíz között. Magyarországon jelenleg 8 világörökségi helyszín van, a Balaton felvidék lehetne a 9. Élménysétány a Badacsonyhegyen és a Hévízi tó körül. Élményközpontú kiállítások a Szigligeti várban, a Foldi Arborétumban és a Tihanyi apátságban, valamint értékmegőrzés a keszthelyi Festetics és a Balatonfüredi Eszterházi kastélyban. 3 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból ezek a fejlesztések valósulhatnak meg a Balatonfelvidéki kultúrtájon. A cél, hogy a 8 helyszínből álló egység felkerüljön az UNESCO világörökségi listájára. Jelenleg a magyar kormány világörökség várományosi listáján szereplünk, és az a célunk, hogy mi legyünk a legközelebbi helyszín, akit a magyar kormány felterjeszt az UNESCO részére, hogy az UNESCO eldöntse, megméresse, hogy alkalmas-e, megfelelően tartja-e a világörökségi cím elnyerésére a térséget. A fejlesztési program egyik legnagyobb beruházása a Balatonfüredi Eszterházi kastély felújítása lesz, ami 770 millió forintból valósul meg. A város vezetése már évek óta várja a lehetőséget, hogy a reformkori épület végre visszanyerhesse egykori fényét. Nyaralás történeti kiállítóhelyet szeretnénk a turisztikai ügynökséggel együtt megvalósítani. Bízom abban, hogy sok-sok látogatót fog vonzani. A világörökségi pályázatok Zala és Veszprém megyei helyszínein a munkák nagy része ősszel kezdődik, és várhatóan 2020-ban be is fejeződik. Befogadó játszóteret adtak át Miskolcon, ezek azok a helyek, ahol a fogyatékos gyerekek együtt játszhatnak az épekkel. Az a cél, hogy már gyerekkorban segítsék a befogadást, az elfogadást. A programot a Szerencsejáték ZRT is támogatja, még 5 ilyen játszóteret terveznek. Fölhaladva a rámpám, különböző játszópanelekhez, játéktípusokhoz érkezünk. A túlparti játszóbirodalom halászkunyhójába kerekes székkel is könnyedén be lehet hajtani. Kiválaszthatsz egy-egy szimbólumot, ezek mind el vannak rejtve az eszközön, meg lehet találni hány darab van benne. De van itt labirintus, logikai, zenei és oktatójáték is. Fészekhinta, melyet 2 madár tart. A hintát akár fekve is lehet használni, de a forgót is úgy tervezték, hogy tolókocsival is használható legyen. Adámi Zsanett paralimpikon úszó volt az első, aki kipróbálta az új játszóteret. Amikor még én voltam gyerek, az se volt rég, viszont nem tudtam együtt játszani a gyermektársaimmal, és az egyetlen helység az a homokozó volt, ahol közösen tudtunk játszani, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a jövő nemzedékének, akik fogyatékkal élnek, azoknak már egy ilyen nagyobb és könnyebb lehetősége van az integrálódásra. A szakember bízik abban, hogy a játszótér már egészen kicsikortól tanítani tudja a gyerekeket az elfogadásra. Gyógypedagógusok vagyunk, hiszünk a kis lépések művészetében, és hiszünk abban, hogy ezen a befogadó játszótéren ez a közös játék, ez egy befogadó társadalom felé visz minket. Csak nem 350 fogyatékkal élő gyerek játszhat majd itt a környékbeli óvodásokkal, iskolásokkal és családokkal. Minden panelja olyan, hogy te is tudod használni. A játszóteret a Szerencsejáték ZRT építette a Játék Összeköt programban. Egy európai összefogás részeként országszerte több hasonló játszótér készül. A Szerencsejáték ZRT társadalmi felelősségvállalása keretében sokat tesz azért, hogy pozitív irányba befolyásolja a fogyatékkal élő gyermekekkel és felnőttekkel kapcsolatos általános szemléletet. Ennek a szemléletnek a fontos eleme a befogadás, amelynek jelképe lehet ez a játszótér is. A Miskolcival együtt már 3 befogadó játszótér épült Magyarországon a Nagy Karácsony nevű sorsjegyek bevételéből. Idén pedig további 5 hasonló park jöhet létre. Friss hír, lovak szabadultak el az M7-es autópályán itthon ma reggel. A rendőrök a lovak miatt 7:30-kor lezárták a strádát Budapest és a Balaton irányába, és nézői felvételek is készültek arról, ahogy a lovak forgalommal szemben ügetnek az autók között, ezt látják most. Azt egyelőre nem tudni, hogy a lovak honnan szabadultak el, és hogyan kerültek az autópályára. A rendőrök most megpróbálják befogadni ezeket a lovakat, ezért lezárták az M7-es strádát Martonvásárnál. Érdemes kerülni ezt a szakaszt.
Egy sékkel, vagyis egy teljes itallal dobálták meg Nigel Farage-t, a Brexit párt vezetőjét Angliában. A politikus éppen EP kampányon volt Newcastle-ben, amikor séta közben egy 32 éves férfi megdobta. A rendőrök a férfit őrizetbe vették, az esetet pedig az összes brit politikai párt elítélte. Az elmúlt hetekben több hasonló is volt, a UKIP egyik jelöltjét például 4-szer, egy független politikus pedig 2-szer dobtak meg, vagy öntöttek le. Terror cselekmény elkövetésével vádolta meg a Christchurch-i lövöldözés gyanúsítottját az új-zélandi rendőrség. A nyíltan rasszista ausztrál férfi 2 hónappal ezelőtt 51 hívőt gyilkolt meg a város 2 mecsetében. A terror támadás miatt Új-Zéland szigorította a fegyvertartási törvényeket. Múlt héten pedig 17 ország és 8 technológiai óriás cég ígérte meg, hogy fokozzák a szélsőséges tartalmak elleni fellépést. Fél napon át volt zárva az Eiffel-torony Párizsban, mert egy férfi megpróbált felmászni rá. Az üzemeltető szerint a férfi a torony negyedénél, vagyis 116 méternél kimászott a külső acélszerkezetre. A hatóságok kiürítették az Eiffel-tornyot és a környéket is lezárták. A férfit órákon át győzködték, hogy másszon vissza, végül este 9:30-ra sikerült is meggyőzni.